Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Space Heavennek a harmadik epizódja, és hölgyeim és uraim, a mostani részben igyekszünk elhagyni ezt a szektort, és azt a naprendszert, ahol tartózkodunk, megpróbáljuk felderíteni. Természetesen ki akarok szedni minden egyes alapanyagot itt ebből a roncsból, ami itt található, nem olyan messze tőlem, és meg is nézzük, hogy a szelvis gyakorlatilag hogyan halad. Igen, infrascrapből vártam, hogy ugye rengeteg lesz. 20 scrap az már kevés van, a többiből pedig energy scrapből medium, love. Jó, oké, dolgozhatnak a srácok. Egyetlen egy dolgot kell még kiszednünk, 2 darab karbont, ami még itt az aszteroidákon található, valamint 9 darab nemes fémet, amit szintén kritikus nyersanyag. Feltételezem, hogy igen, a hull blokkra gondolt kritikus nyersanyagként. Amennyiben sikerül még néhány hull blokkot összeszednem, illetve majd ezzel a újrahasznosítóval az összekapart hull blokkból tudok majd több hull blokkot készíteni, akkor majd növelni fogom itt ezt a növénytermesztő zónát, ugyanis 4 fős legénységre 2 darab ilyen 5 növénytermesztő ágy, tehát 10 darab növénytermesztő ágy elegendő, úgy, hogy pozitívba jöjjünk ki, és ami a legfontosabb az, hogy el tudjuk adni ezeket a növényeket, a mesterséges húst, el tudjuk adni a rostot, gyakorlatilag mindennel tudunk kereskedni, ami nagyon-nagyon jó. Ott még hiányzik, bizony, hogy hiányzik, és ide még rakni fogok le szerintem még egy, vagy talán kettő, egy. Power és Val. Power Noble, ez lesz. Ide le fogjuk pakolni, középre. Így. Persze, igen, oda. Nagyszerű. Illetve szükségem van még a furniture-nél egy kis világításra. Amit meg szerintem ide fogok lepakolni. Egyszer. És fordítunk rajta még egyet, még egyszer. Oké, így fog kinézni a híd, hölgyeim és uraim. Össze kell kapcsolnunk az áramforrásokat annak érdekében, hogy eljusson ide. Egyszer és kétszer. Oké. Nagyszerű. Meg is vagyunk. Oké. Azt mondja, hogy need match konzol. Oké. Működik. Mostantól kezdve, hölgyeim és uraim, elhagyhatjuk ezt a területet. Build Operation Console, így van. Az Operation Console azért kell nagyon-nagyon, mert annak a segítségével fogunk tudni kommunikálni az érkező hajókkal. Természetesen kalózhajókkal nem nagyon kommunikálunk, hanem egy kicsit másféle kommunikációt folytatunk. És igen, azt nézem, hogy a Weapon Console az nagyobb, az 2 kockás. Shield Console szintén. De oké, jó, ide el fognak férni. Ide minden el fog férni. Sőt, ez ide. Oké. Operation Console. Amit kértek tőlünk, azt fel is építjük. És kicsit bővíteni fogom itt ezt a listát, hogy nagyobb rálátásom legyen. 11 darab tech blokkom van, ami azért egészen jó. És megnézem, hogy hogyan dolgoznak a srácok. Ott még van 2 karbon. És itt erre a hajóra vagyok kíváncsi, hogy a salvage alacsony és magas. Túlságosan sok infrascrapet nem szeretnék összeszedni, mert nem ez a legértékesebb dolog. A saját tapasztalatom az, hogy a legtöbb időt nem azzal kell eltölteni, hogy infrascrapeket gyűjtünk össze, hanem a játék korai szakaszában nagyon-nagyon értékes a hull blokk. Mindenek felett talán, ha nem, az egyik legértékesebb a játék korai szakaszában az a tech block. De azt hiszem, hogy ezt már így kihangsúlyoztam, ezt már így elmondtam. Hárman így mennek szépen haza. Úgyhogy a következő nap, a 10. napon konkrétan szeretném elhagyni ezt a szektort, és a következő szektorba akarok körülnézni, hogy ott a bolygó milyen irányba vezet minket tovább. Ezt azonnal meg fogom mondani. Csak némi alapanyagot el kell innen pakoljak annak érdekében, hogy ki tudjuk rakodni a dolgokat. És van-e olyan... Így van, Debbie az a legénységi tag, akinek megmondtam, hogy ne dolgozzon az idegen hajón. Ő dolgozzon itt. Én majd adok szépen feladatokat, és ő majd végre fogja hajtani nagyon-nagyon-nagyon ügyesen. És írja is a játék, hogy 1600 kilogrammot, vagy tonnát, talán inkább az 1600... jó, hogy csak tömeg van.
annyit tudunk mozgatni. Természetesen kaptam egy olyan hozzászólást, hogy nehézségi szintől függ, hogy mennyit enged a hajó mozgatásánál így a játék, ami eléggé, hát eléggé megnehezítheti a dolgunkat. Ezeküt igen, és mondja is, hogy hagyjuk el ezt a szektort amennyiben, és hogyha lehetséges. Infraszkrepeket hozunk be mostantól kezdve, és a salvage low, oké. Okay. Szerintem el is fogjuk hagyni ezt a területet. El is fogjuk hagyni. Infraszkrepünk van most 9, és van 16, nem. Scrap blokkunk van 9. És itt az újrahasznosításnál egyből lesz pél. Tehát ezt még 8-al meg tudjuk toldani. Tudunk olyan bútorokat építeni, ami esetlegesen hasznos lenne számunkra. Úgyhogy McKenzie-nek megmondom, hogy legyen olyan kedves, és fáradjon be itt ebbe a hajóba. A hajót pedig szépen vissza fogom vinni az én saját hajómra. Egy szektort fogunk váltani, hölgyeim és uraim. Ez lesz az egyik, hanem a legfontosabb dolog, ami most minket érint. Kiveszem egy körülbelül ezeket az eszközöket, őt is kiveszem. És megmondom a legénységnek, hogy készüljenek fel. Wow, hol van az emberünk? Valaki még bányászik? 1, 2, 3, 4. 3 per Krabszín hangár. Ja, jön az utolsó. Jön az utolsó járművem. Készüljünk fel az ugrásra, és amint az emberünk ide ment, és elvégezte a feladatokat, ugorhatunk, ami egy ilyen nem túl fantáziadús animációval fog lezárulni. És a következő lépésünk az lesz, hogy átjövünk ebbe a szektorba. És mostantól kezdve rálátásunk van mindarra, ami itt a környékünkön van. Ezek a kék ikonok olyan hajókat mutatnak, olyan hajókat jelentenek, akivel tudunk kereskedni. Ez egy eléggé fontos pont lesz. Nos, a tervem az, hogy ide fogok utoljára jönni, ide jövök, itt bányászok, megnézem, hogy itt mi van, aztán északfele indulok el, fölfele, és mi most megyünk szépen át a következőre. Oké. Okay. És itt pedig egy hajó van, ez az ikon azt jelenti, hogy van egy hajó, amit én birtokba vehetek. De most a játék első szakaszában nem nagyon szeretnék, ilyenkor történik még egy animáció, megjelenünk itt a semmibe, beteleportál minket, majd kiteleportál, és beállíthatjuk, hogy a zónának melyik pontjára akarunk elhelyezkedni. Jó, közel mindenhez. És van egy ilyen Hyper Sleep Chamber, ami segíthet az embereinknek abban, hogy problémamentesen vészeljék át ezt az ugrást. Úgyhogy én kiadtam most a bányászati parancsot, három emberem elindul, és elkezdik felhegeszteni, vagy leheggeszteni azokat a nyersanyagokat, amik ebbe az aktuális szektorba vannak. Mivel három darab mining drónom van, ezért jóval gyorsabban össze fogom szedni azokat a dolgokat, amik itt találhatóak. Még a nap sem telt el, de már is összeszedtük azokat a kristályokat, amik a legfelső aszteroidán helyezkedtek el. Összeszedünk még egy kis karbont, maybe? Igen, még egy kis karbont. Ott hagytunk 2 karbont, ami nem nagy probléma. És az emberünk, aki itt maradt a hajón, ő simán el tudja végezni a pakolás feladatokat, tehát sosem lesz telített, úgymond, a mi hajónk. Ezért is tartom jónak, hogyha egy embernek azt mondom, hogy te maradj itt, te végezz a dolgod, te nyugodtan pakoljál, valamint, ami az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, Debbie az, aki erre a feladatra ki van osztva. Debbie Industry-t nem tud használni, botanikus, építész és kezelő, valamint bányász. Akkor talán változtatni fogok, és ismert fogom itt hagyni, ugyanis ő az Industry-t tudja kezelni, és botanikához is ért valamelyest. Úgyhogy megmondom, hogy itt a beosztásoknál nyugodtan dolgozhatunk másik hajón, és ismál legyen az, aki nem dolgozik. És ő fog itt nekem átalakításokat csinálni. Egy darab hult készítünk, és egy darab chip nem baj, hogyha van, bár mondjuk rendelkezünk egyel, és itt pedig 6-ot gyorsan lebontunk, ebből pedig 5-öt. Oké, okay, túl sok az escape. Elkezdjük használni a WC-t, amennyiben lesz elegendő alapanyagunk, akkor megpróbáljuk majd átépíteni ezt a hajót, annak érdekében, hogy a formája az teljes mértékben megfelelő legyen, hogyha van elég anyagunk, és rendelkezésünkre áll az a lehetőség, hogy egy új hajót építsünk, ki lehet használni természetesen, és akkor már abszolút egy számunkra jóval szimpatikusabb hajóformát ki lehet alakítani.
amit így közben is meg lehet tenni, de az kicsit problémásabb. Úgyhogy én próbáltam előre gondolkozni, hogy milyen irányba akarok, hova dolgokat lepakolni, és ezért is kaptuk meg ezt, az alapot, amelyre tudunk építeni. Valószínűleg fejleszteni fogjuk majd itt ezt az iparterületet, és megpróbálunk egyre több és több olyan olyan eszközt lepakolni, ami a segítségünkre lesz így a jövőben. És itt vagyunk 11. napon, kitakarítottuk ezt a zónát, és megmondom, hogy készüljünk fel újra a hiperugrásra. És meg is érkezett Ismael, és megmondjuk, hogy jump. Ebben a szektorban már nincs, amit esetlegesen bányászni szeretnénk. Mivel itt el lehet jutni fölfele meg lefele is, ezért ott kék kristály, ott víz, ott arany. Szerintem lefele jövök. Először átjövök ebbe a pontba. Wow! Fém, nemes fém, jég és kémiai anyagok. Az is nagyon jó. Lehet, hogy teszünk itt egy ilyen kerülőt, mert itt nagyon-nagyon sok nyersanyag van, aminek örülök. Viszont ami a legértékesebb most, többek között ez a hajó. Úgyhogy megmondom, hogy ide teleportálódjunk be. A semmibe beteleportálódunk, mert hát az minden egyes asztronautának a kedvenc elfoglaltsága. Majd pedig megmondjuk azt, hogy itt helyezkedjünk el. Valószínűleg itt lesz a dokja, amennyiben van ennek a hajónak. Deploy! Oké, meg is állítom az időt, és amennyiben ide kattintok erre a hajóra, rá tudunk köszönni. És mivel van már kommunikációs konzolunk, ezért Ismael azt mondja, hogy miért vesz kafanderbe, fiam? Nincsen. Ja, hideg van! Hideg van. Oké. Okay. Na, a kapcsolatunk ezzel a hajóval természetes, mínusz 19-es, tehát ezt majd feljebb lehet kicsit tornázni. És akkor egy idő után lehet, hogy látogatás is tudunk tenni az ő hajójára. Viszont kereskedelem elérhető ezzel kapcsolatban, de amik nem érhetőek el, azok pedig itt vannak. Úgyhogy kereskedjünk. Lássuk, hogy mi az, amit kér. Aha. Igen. Hyperfuel 1811-ért. Simán megvenni. A korai pénzszerzésért ezeket tudja biztosítani. Tehát vizet, karbont, energy cellt és quantum chronics komponenst, ami hát elég értékes. És amire valójában vágyik, az pedig itt van. És például itt a zöldségek az, ami egy nagyon-nagyon jó pont, mert nagyon sokat fizet ezért a zöldségért. Ezt már elő tudom állítani. A többivel csak rendelkezem, ha rendelkezem, mert itt ugye itt vannak ilyen szuper blokkok, valamint műanyag, valamint optronics komponent. De lássuk, hogy tudunk-e valamit felkínálni ennek a jótét léleknek. 534 kredite van, és én egy zöldséget mindenféleképpen lepasszolok neki, csak hogy örüljön valamilyen szinten. Valamint talán még egy rostot is odaadok. Így, ennyi. 460 kredit. És gyakorlatilag vízből csináltam ezt meg, meg egy kis energiából, ami szerintem abszolút jó. Oké. Ez a kereskedelem elindult, hölgyeim és uraim, és most az embereim be fogják pakolni ide, a Vivenbe, amennyiben készen áll a hajó. Ezeket az eszközöket, amikre azt mondtam, hogy vigyük el. Vagy pedig beviszik, vagy pedig nem. Várunk egy picit. Úgy van, a Vivian oda megy, feltankoljuk mind a kettőt, és a Vivian megközelíti a dokkot, és egyszerűen csak befújja. Nincsen személyes kontakt, egy szállító hajó üresen elmegy, lepakolja a felszerelést, és kész. És viszontlátásra is. És ennyi a történet. Semmi több. A következő pontunk, itt van a dokk, így van, a széttört részen. A következő napon nem lesz más dolgunk, mint hogy felderítsük ezt a hajót, és én nagyon-nagyon remélem, hogy találni fogunk tech blokkot. Ugyanis, mint ahogy mondottam már nem egyszer, a tech blokk az, ami az egyik, hanem a legértékesebb eszköz a játék jelenlegi stádiumába. Itt aktuálisan, és lássuk, utolsó órában vagyunk, a 21. órában, ezt még eltöltik az embereim, csinálnak egy kis kávészünetet, mondjuk túlságosan. Nem koptatta meg a kezüket a munka a mai nap folyamán, bár itt a Recycler ez működött rendesen. Úgyhogy ezt mindenféleképpen itt fogom hagyni. Regenerálódnak kicsit az embereink, játszanak talán amennyiben. Igen, csápolnak, hogy nem főnek oda, én nem tudok játszani, én is akarok pedig. És nem igazán tudja megbeszélni, hogy ki legyen itt az, aki így ezt a játékot játsza. És igen, itt eléggé hűvös van. Megnézzük, hogy hány fok van itt. Csupán mínusz 34. Nem olyan vészes. Alapvetően, ugye?
Minusz 30! Jézusom! Ez borzalmas. Na, tehát ami abszolút fontos, live supportnál, itt raknom kell egy radiátort, máskülönben kicsit megfagynak az embereim, úgyhogy valószínűleg erre fognak kerülni és el fogják foglalni a helyet, és lehet, hogy bővíteni is kell majd a parancsnoki hidat, és szeretném is. 4-esre kapcsolom az időt, hogy az éjszaka a lehető leggyorsabban átpörögjön. Szerencsére túl sok alvásra nincs szükségük ezeknek az embereknek. És van nap itt a közelbe. Ja. Debbie az, akinek fegyver van, ugye? Igen. És... nem. Ja, ez az építőeszköz. Igen. Horáció és Mackenzie, ők lesznek azok, akik... kombatba szépen be fognak ugrani ide ebbe a szállítóhajóba. Bam-bam, meg is vagyunk. És dokkolunk erre a pontra a lehető leggyorsabban. És elhagyta a hajó a szektort, a CNHS Fates Hand. És meg is érkeztünk, hölgyeim, annak érdekében. Ó, ott egy bogár. Ott egy bogár. Hello, haver. Menj innen. Halod? Kettő. Jó. Akkor oda szépen átjövünk. Nem fogunk itt kiszállni a bogaraknak az arcába, azt egyáltalán nem szeretném. Oda jövünk át. Itt fordulunk. És amint megállunk... itt akarok dokkolni. Accept. Itt fogunk dokkolni. Kíváncsi vagyok, hogy tudunk-e. Igen. Igen. És kiszállítom az embereimet, és egy nagyon-nagyon fontos pont, ugye most eléggé durván csapdába estünk volna, viszont a rovarok nem tudnak átjönni egyik platformról a másikra, viszont én át tudok menni arra a platformra, és most már nyugodtan ide lehet dokkolni. Aktuálisan 4400 oxigén van ezen a területen, ami nem olyan sok, de egyáltalán nem is kevés. Úgyhogy megyünk tovább a másik területre. Mostantól kezdve már harcolni fogunk, hölgyeim és uraim. Menjünk oda. Oké, lőjük szét azt a nyomorultat. Úgy is van. Kicsit hiányzik a játékból például az akciónak, illetve a különböző munkáknak a hangja. Engem egy picit zavar, hogy kizárólag a játéknak a zenéjét lehet úgymond hallani, meg néhány effektet. Oké, itt nincsen semmi. Van egy ilyen hosszú folyosó, amin végig kell mennünk. Csak valamennyire. A nagyobb pontokat megpróbáljuk felderíteni. Kettő drága emberünkkel. Oké. Menjünk oda. És nyissuk ki az ajtót. Jó, ez megint egy szűk folyosó. Wow! Ez valószínűleg valami hasonló hely lehet, mint amivel az előzőben találkoztunk. És igen, igen. Ez egy egyszerű asztal. Egy kis felszereléssel, amit itt hagytak. Ó, egy hatalmas generátor, azt nagyon jó lenne kiszedni és átpakolni a saját hajomba. Az abszolút értékelendő lenne, mert most még kicsi generátorral kell működnünk. Oké, itt semmi. Szintén egy irodához. Irodához hasonlítanak ezek a helyiségek, amik itt vannak a hajón. Jó, menjünk tovább. Nézzük, hogy mi van itt. Ott is van! Egy kis pénz! Egy kis pénz. Egy kis pénz. Valamint itt van a konyha, itt van még néhány ágy. Felvettük azt, és felveszünk még a másikat is. Oké, így kapunk néhány kreditet, ami túlságosan nem szokott sok lenni. A játék nem engedi annyira el a kezünket, ilyen téren. Oké, menjünk tovább. Lehet, hogy az összes rovarral találkoztunk már. Visszavonom, támadjuk ezt a jószágot. Oké, elkezdett harabdálni minket, csökkent a kényelmi érzet, és szerintem most van vége a koncertnek. Oké, itt egy kis oxigén előállítás lenne folyamatban. És ott van még kettő helyiség. Jó, ide kijövünk, körülnézünk. Oxigénnel egészen jól állunk, kicsi a hajó, nem kell túlságosan stresszelnünk azon, hogy ki fogunk fogyni. Valamint ugye, hello haver! Hallatszódik valamennyire a játéknak a hangja. Na. Nem nagyon akart ez működni, és... kitakarítottuk.
ezt a hajót. Veszünk fel egy kis O2-t. Majd megnézzük, hogy ez a hajó mivel rendelkezik transfer. Egy darab tech blokkot kaptunk. De én ennek is nagyon-nagyon örülök. Illetve hyperfuel, energia, energy cell, kettő emberi hús, amit el tudunk adni, egy kis kaja, illetve mindenből egy ilyen nagyon-nagyon pici. Én mindent kijelölök, mindent szeretném, hogy hazavigyünk. És itt mindenki kijön kombatból, még a hajónk is. Úgyhogy most az lesz a következő lépés, hölgyeim és uraim, hogy a hajóval elhozzuk az embereket, és mindenki dolgozzon, dolgozzon és dolgozzon. Valamint széjjel szedjük még itt ezeket a blokkokat. Megnézem, hogy miből mennyi található itt, mert... Oké, magas, 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 medium, medium. Lehet, hogy itt kettő napot el fogunk tölteni annak érdekében, hogy összeszedjük az összes dolgot. Viszont hárman itt vannak, amiért hatalmas nagy tapsot lehet adni az embereknek. Oké, van még néhány cucc, amit el kell hoznatok, srácok. Kicsikét nekem gyorsnak tűnik egy nap, viszont a játék így van megkreálva. A játéknak ez az egyik alap profilja, hogy ennyire gyorsan működjön. Minél nagyobb legénységgel csináljuk ezt, srácok, lányok, annál kevesebb időt vesz igénybe. Igaz, hogy annál kevesebb időt és energiát tudunk rászánni arra, hogy a hajón, a saját hajónkon dolgozzunk. Már már pihenőidő van, úgyhogy jön visszaértünk a Viven. Hazavisz minket. Critical resource low, hull block. Nem baj, 4 darab van. És megnézzük azt, hogy gyakorlatilag mi mindent elvittünk, ami azt jelenti, hogy kiadom az összes dologra a parancsot. Mi most itt igaz, hogy ilyen hulladékokból, de fel tudjuk enni magunkat, úgyhogy lebontjuk ezt a hajót, hölgyeim és uraim. És állunk tovább a következő szektorba. Amíg azzal foglalkoztunk, hölgyeim és uraim, hogy ezt a roncsot minden méltóságától és ingóságától megfosszuk, megérkezett egy hajó, amivel tudunk kereskedni, úgyhogy én ki is adom a parancsot itt, hogy vegyük fel vele a kontaktot, és Mackenzie akár, vagy Ismael, hát igaz már a pihenőjüket tartják, illetve még ketten csatlakoznak ehhez a két emberünkhöz, akik tartják itt a kávészünetüket, valamint mennek lefeküdni, aludni. Feltételezem, hogy elég ilyesek. Addig nem fogunk kommunikálni ezzel a hajóval, tehát mindenféleképpen megvárjuk azt, hogy reggel legyen, felkeljenek. Ezeket át lehet írni, ezeket a feladatokat, ezeket a parancsokat, ami rendkívül egyszerű, technikailag most nem is fogom tudni. Ja, de igen, itt van. Navigation, Operation, Turrets és Shield, és itt vannak ezek a csúszkák, hogy kit, milyen állapotba tudunk rákényszeríteni arra, hogy végezzel ezt a feladatot. Hogyha lesz rá esetleg egy olyan alkalom, amikor meg tudom mutatni, ott is van. Ismál, alszik, de fel kell, és kereskedjünk, és megállítottam az időt. Nagyon-nagyon fontos. Amit kínál ez a hajó, az vaslemez, fémek, softblock, rost és víz, de ami kell neki, az már jóval-jóval összetettebb. És talán tudunk vele kereskedni, 4536 kreditet tudunk belőle kirángatni, ami egy egészen pazar gondolatmenet lenne, hogyha így valóra tudnám váltani. De szerintem a kajából 34 darab kajánk van. 34. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2500-zal megelégszem. 2500-zal megelégszem, és így is 3000-nél leszünk. Ami alapvetően jó. Zöld kristály kellene neki, azért adna sok pénzt, bár mondjuk sok pénzt kapunk így a Hyperfuelért, de nem fogom most megcsinálni, abszolút nem. A többi dolgot pedig nem fogom neki eladni. Nem igazán láttam még olyan kereskedőt, aki tech blokkot árul, úgyhogy én ezt a 8 kaját nagyon-nagyon boldogan oda fogom neki adni, és megmondom, hogy ha szeretne, akkor adhat érte valamennyi kreditet, ha meg nem szeretne, akkor is. Egy újabb hajó ütötte fel itt a fejét, jelent meg itt ebbe a szektorba, és szerencsére barátságos, ezért ráköszönök és megkérdezem, hogy lenne-e esetlegesen kedve valamilyen kereskedés folytatni, ez természetesen meg fog valósulni, amennyiben az embereim a kávészüneteket meg is csinálják. Minusz 18 és eléggé boldogok, lehet, hogy már találkoztunk velük. Let's trade. Amit kínálnak a zöld kristály, és ami kell nekik, az a kék kristály lenne. Valamint nyers kémiai anyagok. Aha, lássuk. Egy darab zöldségért.
hajlandóak elkérni tőlem 443 kreditet. A játéknak, hölgyeim és uraim, bátran kimerem jelenteni, van humorérzéke. Van. Van. És ez nagyon jó. Mi lenne, ha nem lenne? Emberi húst nem akarom, hogy fogyasszanak a saját embereim. Ez eléggé szélsőséges szituációnak tartom. Bármelyik játékba, kivéve amikor konkrétan az a cél. De hát, nem. Van egyáltalán? Nincsenek kémia anyagaim. Úgyhogy escape, a következőt fogom csinálni, felkészülünk még egy hiperugrásra, hölgyeim és uraim. Maradt még némi dolog, amit szétszedhetnénk ennél a hajóroncsnál, valamint a karbont is elhozhatnám. Természetesen, de 17 darab van. Alapvetően nincsen rá szükségem. És az, hogy a raktár helyiségemet így megtöltse, szimplán azzal az élménnyel gazdagítson, hogy mennyi mindenünk van, arra pedig nincsen szükségem. Úgyhogy nemes egyszerűséggel ebből a szektorból el fogom távolítani a hajót. Olyan lehet, természetesen lehet, hogy eladom valakinek ezt a karbont. Jó áron. Tegyük fel, sikerül, jó áron eladnom, megvan annak is a veszélye, de abban az irányban menjünk tovább, még egy hajóroncsot szeretnék átnézni, és a lehető legtöbb értékes alapanyagot akarom szépen így összeszedni. Viszont a következő állomásunk nem máshova vezet, mint itt a nemesfémekhez, a kék kristályokhoz, illetve a változatosság kedvéért a karbonhoz, amit ki fogunk bányászni aránylag hamar. Ilyenkor mindig egy jó tipp, elég közel rakni az ásványokhoz a hajónkat, ami szépen így fel teleportálódik, és megmondani, hogy mind a 8 karbont, mind a 10 kristályt és mind a 8 aranyat szedjék össze az embereim. Beszállnak hárman ezekbe a kis mining drónokba, és elkezdik kitermelni, amit csak lehet. Itt viszont a feladat, amit szintén ki tudunk adni, egy újabb 5 darab hull scrapnek az újrahasznosítása, amiből kapunk egy hull blokkot, ami által már 8 darab hull blokkunk lesz, tehát tudunk tovább nőni. 8 darab meg eléggé sokra elég, azt tapasztaltam a játékból, valószínűleg az iparzónát, valamint itt a növénytermesztést fogom egy kicsikét így megtolni, amennyiben lehetséges. 9 darab energy scrapünk van, amiből megint csinálunk szerintem egyet. 21 darab infránk van, amiből 2-t fogunk újrahasznosítani, és 3 darab van a tech scrapből, amiből pedig mind a 3-at megcsinálom. És természetesen ismer, itt van ezen a kis hajón, és ő dolgozik úgy konkrétan, ő pakolja az ásványokat, ő az, aki elvégzi most így az ipari munkát, amikor visszajönnek az embereink, akkor végzik el például a botanikai munkát. De itt megnézem, hogy egyáltalán megérettek-e a megérésre, 87. Közeledünk, miből van kevés? Vegetable fruits, artificial meat. Nincsen probléma a kajával kapcsolatban, mert van 24 darab space foodunk, de itt ezt nekem mindenféleképpen növelnem kell. És azt megnézem egyébként, hogy mennyibe kerül ennek a növelése. Fantasztikus. És amiben lehet, hogy csinálok még 2-t. Azért, mert a kaja eszméletlen jó pénzszerző forrás a játék elején. És ami a nagyon jó az, hogy a kereskedők árulnak olyan dolgokat is, amit csak óriási technológiai szint elérését követően lenne módom elérni. Úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy még 2 darabot le fogok rakni ebből az objektumból. De ami a fontos, hogy az energiából nem szabad kifutnunk, hölgyeim és uraim. És hogyha inkább azt nézem, hogyha mondjuk... Power! Igen. 3 energy block és 6 darab tech block kell a nagy generátornak a felépítéséhez, és ezt valószínűleg meg fogom csinálni, mert 4-et kapok. Tehát 2 tech block lesz a különbözet. És dupla annyi, nem, több mint dupla annyi energia. Tehát ezen nem is gondolkoztam, egy ilyenem van, ezt lebontom. És kapok egy ilyet, 2 tech blockért. 2 energy, ugye energy blockért, abban rengeteg van. És infrablokk, amiből szintén horribilis mennyiséget lehet összeszedni. Viszont ami most a legfontosabb, felkészülünk egy következő ugrásra, hölgyeim és uraim, mert kibányáztuk a kibányászni valót, és meg is vagyunk, és jump! Ott is egy kereskedő, de megy is tovább, úgyhogy mi ezt a pozíciót célozzuk meg. És zöld kő, kék kő, a zöld kő az nagyon-nagyon értékes, azt mindenféleképpen használjuk. Nagyon gazdag ez a naprendszer. És ahol voltunk, oda megy éppen egy kalózhajó. Így van. Ezt jó lesz elkerülni, ahogy csak tudjuk. Úgyhogy a következőt fogom csinálni. A jeget kibányászom.
Azt követően felderít, nem. Elindítom a jégkibányászását, és felderítem közben a hajót, amennyiben az időnk engedi. De szerintem eléggé este felé voltunk most, úgyhogy lehet, hogy mindenkit bányászásra fogok így elindítani. Hát ez zseniális pozíció, ez fantasztikus, kicsi a hajó. Deploy. Meg is állítom az időt. Igen, a napnak a második szakaszában vagyunk. Úgyhogy 9 darab jég. 6 darab arany. Mind a kettőt szedjük össze, és nem tudom, hogy elindítsam-e most így az embereimet, hogy... nem, reggel fogom, menjenek bányászni, az legyen most a legfontosabb, a lehető legtöbb alapanyagot össze kell szednünk annak érdekében, hogyha rákényszerülünk arra, hogy elhagyjuk a szektort, mert jelen helyzetben se pajzsunk sincs, ami megvédeni a hajótestnek a rongálódását, se pedig fegyverünk nincs, ami pedig segítene visszalőni az ellenfélre. Tehát eléggé patthelyzetben vagyunk, ami határozottan kellemetlen érzést kelt így bennem. Aha, érkezik. Oké, hát egy dologba tudok reménykedni, hogy nem felém jön, de azt a játék mindenféleképpen kiírja. Ha egy hajó érkezik a szektorba, azt tudni fogjuk, azt kiírja a játék, az biztos, hogy eljut hozzánk. És eléggé kicsit a távolság, amit meg kell tennünk. Ez egy gyorsan kipucolható hajó lesz. Infrablokkot nem akarok halmozni, ami most nekem kell, az a hull blokk, illetve a tech blokk, valamint az energy blokk konkrétan. Úgyhogy pörgessük meg az idős srácok, lányok, ezt a hajót mindenféleképpen ki kell kaparnunk. A következő szektorba pedig majd a kristályokra fogunk így ráfeküdni. Illetve ezt is fejlesztenünk kell. Jó, meg vagyunk, ugye? Meg Horáció és Mackenzie. Ők lesznek ketten, akik... igen. Jó. Draft. És gyorsan szálljatok be. Meg vagyunk, megnézem, hogy mi a helyzet a kalózzal. A kalóz nincs... A kalóz délre ment, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Szépen elkerül minket. Ennek abszolút örülök. Abszolút örülök. Bedokkolunk ide. Accept. Elfogadjuk. Oké, lássuk, hogy bogarak fognak-e zavarni minket. Jó, fel vagyunk töltődve. 4004. Nem, egy kis helyiségben vagyunk, és ott vannak a bogarak. Oké, Horáció, gyere ide. Mackenzie, te pedig ide. Aha. Oké, jövünk tovább. És elrepülünk a... Ajajaj. Srácok. Reptében nem tudjuk lőni őket? Repülés közben nem. De! Oké. De tudjuk. Pusztuljatok! Oké, ez egy nagyon biztonságos technika. Szólok mindenkinek, emberek ellen ez nem annyira működik. Tehát az emberek, hogy a kalózok például megtámadnak minket, vagy mi támadjuk meg a kalózokat, akkor így rommá fognak shotgunnal lőni. Főleg úgy, hogyha mondjuk felszerelés nélkül leszünk. Hogy pörögnek itt a shotgun töltények? A töltényhüvelyek. Na? Meg vagyunk? Ott van még egy bug. Még egyet. Úgy is van. Köszönöm szépen. Fú, ez itt eléggé brutális sebzést kaphatott. Nézzünk be itt. Nagyon jó. Oké, megyünk a hajó további pontjára. Pillanatok alatt szerintem maximum egy napot kell itt töltenem. 19. nap van. És úgy látom, hogy kaja is lesz. Nem tudom, hogy miért pakolják így ide ki, miért nincs egy normális raktárhelyiség. Ami szerintem csak nekem lenne így logikus. De van még egy nagy helyiség, ahova... Ajajajajajajaj. Horáció, légy oly kedves. Nem, kezdjünk el lőni erre a bugra. Hogy? Szed szét, gyerünk! Hogy is van? És valamit szétlőttünk. Úgy látom, hogy egy ajtót lőttünk szét. És bugtalanok vagyunk. Ott a bug! Ott! Hogy? Kapta. És fel is derítettük a hajót. Megnézzük, hogy milyen nyersanyagok vannak itt.
milyen nyersanyagot tudunk elvinni. Ott a tech block. Saját játékomban egy picivel nehezebbet állítottam be, mint ezt. Azt hiszem, hogy pontosan egy szinttel és ennyi tech block meg ásvány, ez egyáltalán nem volt. Jó, mindent hozzunk el, kivéve... Nem. De eladhatjuk, valaki ezt keresi. Valaki ezt szeretné. Illetve a salvage option. Nagyon kevés húszkrep van, azt már is azonnal nem, először elviszük a cuccokat. Oké, következő a pont, draftból ki. És lássuk, mennyi mindent tudunk. Mondjuk úgy. Másfél nap alatt elszállítani erről a hajóról. Egy újabb hajó érkezett, hölgyeim és uraim, a szektorba, amivel szeretnék egy kicsikét kommunikálni, és megnézem, hogy gyakorlatilag rendelkezik-e valamivel, ami nekem kell, vagy én rendelkezik-e valamivel, ami neki kell. Úgyhogy kereskedjünk egy-egy gyorsan. Igen... Ott a karbon! Meg is állítom az időt, és van 26 darab karbonom, neki pedig 4000 kredite, amiből megint le tudok csapni egy jó mennyiséget, és amúgy a nemesfémeket is egészen jól vásárolja, de én szerintem odaadok neki 10 karbont, 2535-öt veszek le így az ő készletével, és nézzétek meg a zöldség mennyire drága, 443, drágább, mint maga a karbon, drágább, mint a nemesfém, drágább, mint a kék kristály. Ennél a kereskedelemnél, ezt ki kell hangsúlyozni, úgyhogy én hálás vagyok az összegért, amivel engem megtisztel, és ezt a 10 darab karbont igyekszek majd elszállítani neki, és technikailag ennyi is volt ez a szektor, amit én itt el akartam tölteni rajta, és nem tudom, hogy mit csinálnak még itt az embereim. Van még, amit kiszedhetek itt ezen a hajón, mint ahogy mondottam. De nem igazán van rá szükségem. Ami most nekem kell, az természetesen a hull blokk, azért, hogy tudjam növelni itt például a növénytermesztésre alkalmazott zónát, amit nem most, de majd a következő szektorba talán, vagy egy harmadik, vagy egy második szektorba fogok megtenni annak érdekében, hogy fejlődjünk. És jövünk is vissza. Oké. Nos, embereim, készüljünk fel akkor. A zónának az elhagyására. És mindenféleképpen rá szeretném kényszeríteni valamelyik emberemet, hogy ezt a feladatot hajtsa végre. Tehát szépen a navigációt pirosba áthúzom. Ott is van, ott is megy. Nem annyira elégedett, de a jump az jump. És jövünk tovább oda, ahol fém, karbon, illetve kétféle kristály található. És a legérdekesebb az, hogy felderítjük a következőt, ahol megint van egy roncs, megint egy zöld, meg egy kék kristály. Jesus Christ! Rengeteg cucc van. Rengeteg minden, amit ki lehet bányászni. Nagyon sok. Kicsit úgy érzem, hogy indokolatlanul sok. Viszont... Lehet mondani, hogy ilyen a játék. Ezen a nehézségi fokozaton. Nehezebb fokozaton nincs ennyi. Azt mindenkire kell tudom mondani, hogy abszolút nincs ennyi. Középre szépen lemegyünk, és a következő feladatot fogjuk végrehajtani. Először is az emberünket hagyjuk, hogy lefeküdjön aludni. Majd kiadom a parancsot arra, hogy bányásszanak. A nagy-nagy bányászás közepette kettő hajó is érkezik, az egyik már itt van, amivel fel szeretné venni a kapcsolatot, mert hasonlóan szeretnék eljárni. Mint amit már korábban is láthatatok, hölgyeim és uraim, néhány olyan tárgyamat kívánom értékesíteni, ami esetlegesen, mínusz 17, oké, javul a kapcsolatunk, let's trade, meg is állítom az időt, ami esetlegesen, nekem annyira nem kell, kék kristályt vennének, aranyat vennének, nyers vegyületeket vennének, és húsért adnak nagyon-nagyon sok pénzt, úgyhogy nézzük, kereskedjünk, van-e valami, amit tudunk biztosítani ezeknek a nyomorultaknak. Úgy néz ki, hogy nem, egy darab zöld kristályunk van, abból bizony lesz több. 23 aranyunk van, ami nem biztos, hogy indokolt, 1400-a van, úgyhogy én ezt az 1400-at nemes egyszerűséggel aranyra fogom cserélni. Ennyi. És talán eladunk még neki egy emberlábat. Hogy a lehető legtöbb pénzt hozzuk ki. Tessék, az ajándék, ezért is fizessél, de kérem, 1459-el leszünk többek, és ugye vannak blokkok, amiket
amiket megvásárolhatunk, szeretnék már eljutni addig, hogy így megvásárolhassak. De jön még egy hajó. Cult of New Heaven. Cult of New Heaven. Mind a kettő. 3 óra múlva itt is van. Úgyhogy vele felveszik megint a kapcsolatot, addig szépen átvisszük a másik kereskedő hajóra a felszerelést, a bányászás folyamatban van, bár lehet, hogy már kibányáztunk helyen közel mindent. Úgyhogy pak, itt is van a hajó, és jön még egy kereskedő hajó, azt a kutyafáját. Erre is ráköszönünk, a műsávos srácok, most egy ilyen kocka alakú hajó van, mínusz 16, javul a kapcsolat. Oké, hello haver, mi az, amit kérsz? Ezeket kéred, és ezeket tudod biztosítani, 1833-ba kerül az a kegy, amivel engem megajándékoznak. De itt már van Energy Cell, ami egyébként egészen jó árba van. Lehet, hogy ebből veszek vagy kettőt. És arany, kékkő, műanyag, ami kell neki, egy kis zöldség, infúzió, nem csak, hogy tudok-e neki biztosítani valami finomságot. Akár a pisztolyokat is el lehet adni, de inkább azt nem javaslom senkinek, srácok, lányok. Wow, ezt nézzétek meg! Ő 194-et ad a Hyper Fuelért. Ami nem sok, de kevés. Ez is megvenni a karbont. Nem, ez csak kínálja a karbont. Hát szerintem semmitől nem fogod megválni. Viszont jó árba van a Hull Block, amit szintén lehet pénzszerzésre használni alapvetően, hogyha már megvan a megfelelő hajónagyságunk. Arany 18, nem hiszem, hogy 74, amúgy sincs semmilyen. Energy, az pedig marad. Oké. Okay. Nos, lássuk, hogy hogy állunk a bányászattal. Nem fogjuk megválni az utolsó hajót, hölgyeim és uraim, amennyiben készen vagyunk a bányászással, el fogjuk hagyni a szektort. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont lesz. Szeretnék a lehető legtöbb mindent felderíteni, a lehető legtöbb mindent megmutatni, a lehető legtöbb részletre kitérni, ami esetlegesen hasznos lehet számotokra. Zöld kristálynak lőttek, és még 3 darab fém van, amit el tudunk vinni. És gondolkoznunk kell azon is, hölgyeim és uraim. Ó, itt is van! Meg is van. Hát akkor beszélünk vele. Akkor mégis megvárjuk. És gondolkoznunk kell azon, hogy még egy hiperhajtóművet, ami 2 tech blokkba kerül, de még egy hiperhajtóművet le kell ide majd pakolnunk annak érdekében, hogy tudjunk haladni normálisan. Ugye egy bizonyos idő után a játék így megfogja a kezelést, azt mondja, hogy nem, sehova nem mész. Ilyen súlyjal nem mer sehova. Nem szabad. Megtiltja. Na jó, siessünk egy kicsit. Minusz 38, oké, Android Collective. Hello Jenkins. Azok androidok lennének? Annyira gyenge a grafikája játéknak, hogy nem tudom kivenni alapvetően. Let's trade! És hit the space. Ami kell neki, az fém. Nem? Ezeket tudja felkínálni, ezek pedig kellenek neki. Karbon szintén. Super block. New trade. Na lássuk, mi az, amit arra tudunk neked adni. Karbonból talán... Mennyi fémünk van? Most összegyűlt egy kevés. 17. És 1800-ad van. Oké. 7 darabot odaadunk neki. 7 darabot odaadunk. Accept. És remélem még a kapcsolat is javulni fog amiatt, mert kicsit túlléptem a büdzséjét, és azt mondtam, hogy na jó, van 4 kreditet, akkor elengedek. És azt mondja, hogy de jó, ilyen jó fejek is vannak a hipertérben. Nem is hittem volna. Hát barátom, nem csodálom, hogy nem hitted. Mind a 2 hajó elhagyta a szektort, ők ugye mászkálnak A-ból B-be, B-ből A-ból, megpróbálnak a lehető legtöbb kereskedelmet és kapcsolatot kialakítani annak érdekében, hogy sikeresek legyenek, és vissza is érkeztünk, azt hiszem, hogy mindenkivel. Így van, és mielőtt még nyugovóra térnének, kötelező navigációs feladatként fogom Ismaelnek kiadni azt a feladatot, hogy ugorjunk. Elteleportálódunk, és menjünk a következő. Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Tudjátok, hogy ebben most mi a jó? A kalózok jönnek. Mi meg megyünk. És ott elkezdődött a fight. Szemtanúja voltam egyszer egy harcnak. Szerencsére nem engem lőttek, hanem a kalózhajó lőtte a kereskedőhajót. És
és a kalózhajóba átment a kereskedőhajónak a szállítóhajója, és valószínűleg megsebesítettek sok mindenkit, mert abba hagyta a kalózhajó a tüzelést. És ott is egy roncs, ott rengeteg alapanyag, ott is, és szerintem egy ilyen loopot fogunk csinálni, hölgyeim és uraim, és megnézzük, hogy mi az utolsó kettő zóna, de ez a szektor a játék elindításához zseniális alapot biztosított. Úgyhogy először a roncshoz megyünk, itt is van egy roncs, bedroppoljuk a hajunkat, megnézzük, hogy mekkora a roncs, mekkora profitra számíthatunk, amennyiben kalkulálunk így árakkal. Oké, az a gyerek ott útban van. De átjövünk ide, és itt lesz szerintem a dock, és eléggé közeliek vagyunk. Lehet, hogy a hajó másik oldalára is kellene majd egy dockot készítenem. Deploy! És... úgy is van, ott a dock. És egy aránylag nagyobb hajó. És ezzel az érkezéssel köszönöm meg, hölgyeim és uraim, mindenkinek a figyelmet. Én Uno voltam, és még mindig talán! Szevasz! We'll be right back.